Gólgazdag mérkőzéssel kezdte a tavaszi szezont a kisvárdai futballcsapat. A várdaiak a nyitófordulóban Csákváron léptek pályára, és 2-2-es félidő után 3-3-as döntetlennel zárták a találkozót. A vendégek kulcsárkiállítása miatt 40 percen keresztül emberhátrányban játszottak, góljaikat pedig Cseri Rajci és Bagi szerezte. Sós Imre vezetőedző a körülmények ismeretében elégedett volt az egy ponttal. Ebben a másodosztályú bajnokságban ugye az őszi szezon, most már azt lehet mondani, hogy 16 forduló eltelt, még senkinek nem sikerült pontot szerezni ember hátrányban. Nekünk ez sikerült, úgyhogy ezt mindenképpen pozitívumnak kell érdekelni. Amit ki lehetett hozni ebből a meccsből, a csapat azt kihozta. Egy olyan pályán kellett játszani, amin folyamatosan állt a víz. Majdhogy nem azt mondhatom, hogy valamennyi játékoson karuszol volt. Nagyon nehéz volt a labdát továbbítani. Csalóka volt egy kicsit a kép, mert olyannak tűnt a mérkőzés, mintha lehetne passzolni, a valóságban viszont állandóan tocsogtak a játékosok a vízben, és azért ez a technikai kivitelezéseket, a passzpontosságokat, a labdakezeléseket, azokat a nüanszokat, amiken itt egy-két másodpercen múlnak döntéshelyzetek vagy döntések, azokat ez nyilván befolyásolta. A tabellán 23 pontjával jelenleg 5. helyen álló Kisvárda a következő fordulóban a 36 ponttal listavezető Gyirmót otthonában lép pályára. A két csapat őszi mérkőzésén a gyirmótiak győztek 1-0-ra. A meccsen már pályára léphet a várdaiak házi gólkirálya, az előző fordulóban sérülés miatt hiányzó Erős Gábor is. A Gyirmót ezt a bajnokságot megnyerheti, azt is ki lehet szerintem jelenteni, hogy ezt a bajnokságot csak ők tudják elbukni, hiszen olyan előnnyel vezetnek, és nagyon sok mérkőzést játszanak hazai pályán, tehát mindenféleképpen egy erős, jó csapat otthonában látogatunk. Én azt mondanám, hogy a felkészülési meccsek alatt is próbáltunk erős csapatokkal játszani, hiszen román, kazak, sorolhatnám a csapat neveket, akikkel megküzdöttünk, hogy könnyebb játszani egy olyan csapat ellen, amely úgy gondolom, hogy inkább játszani akarja a futballt, de veszélyes csapat a Gyirmót, hiszen nagyon jó csapat, és azon túlmenően vannak olyan egyéni kvalitásai a játékosainak, amely alapján bárki bármelyik pillanatban képes eldönteni a mérkőzést. A Gyirmót-Kisvárda mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Soroksár, Csákvár, Szigetszent Miklós, Sopron, Szeged, Siófok, Dunaújváros, Vác, Ajka, Szolnok, Mezőkövesd, Balmazújváros és Budaörs, Zalaegerszeg.